Szűcs Sándorról mindenki tudja, hogy háromföld tudósának hívták. A nagykunság, a Sárrét és a Biharvidék, tehát Bihar-Vár megye, illetve a Hortobágy melléke tartozik ebbe bele. Szűcs Sándor szellemisége előtt tisztelegve Hortobágytól Sárrétig címmel időszaki kiállítás nyílt a Györf István Nagykun Múzeumban. A megnyitón megjelenteket dr. Nagy Molnár Miklós igazgató köszöntötte. A kiállítást Kolozsvári István, a Bihari Népművészeti Egyesület elnöke nyitotta meg, aki Szűcs Sándor etnográfust méltatta. Most azt szoktuk mondani, ugye, hogy élt Bihar nagy bajomtól Bihar nagy bajomig. De azért mégis közben egyrészt ő beleszületett abba a hagyományba, abba a közegbe, amit ő megörökített, leírt. Nem választotta külön, hogy én most tárgyalkotásról írok, én most hiedelmekről írok, én most erről, arról, amarról. Komplexen adja vissza azt a kerek teljes hagyományt, aminek a sajátja volt, aminek a birtokában volt. És ezt úgy rögzítette, hogy közben ő megszerezte hozzá az objektív módszert és a tudást. Ugye a tájkutató mozgalomra, ha gondolunk, az éppen elég, ugye azért bejárta az egész Alföldet és a maga korosztálya kutató nemzedékével együtt egymástól is tanulva. És ő úgy maradt Bihar nagybajomban, hogy azért sok felé járt, sok mindent megtanult. Úgy volt 52-től vagy 53-tól a Karcagi, a Nagykun Múzeum igazgatója is, ugye a háború után tulajdonképpen a múzeum újjászervezője, újjáépítője. Úgyhogy bajomból járt be nap, minap és bent este haza. És aztán ugye a nyugdíjas években kiteljesedett és otthon leírta mindazt, amit megtapasztalt. Tehát átadta a következő nemzedéknek, mondhatni egyrészt érintetlenül és hitelesen, másrészt azért már megtoldva azokkal a útmutatásokkal, amit mi módszertannak hívunk, és ezért egy nagyon komoly jeles példa előttünk, és ahogy Miklós is mondta, igen, ő fogalmazta meg ezt a három földet, hogy ez tulajdonképpen sok tekintetben egybefüggő, ezért gondoljuk azt, hogy most mi egy kicsit hazaértünk ezzel a kiállítással. Kolozsvári István a Bihari Népművészeti Egyesület elnökének köszöntő gondolatai után dr. Nagy Molnár Miklós, a Györfi István Nagykun Múzeum igazgatója köszöntötte a megjelenteket. Népművészet. Régen ez egyértelmű volt, hogy mit nevezünk népművészetnek, de ma mi a népművészet? Ez is egy óriási kérdés. Kinek szól a népművészet? Mi tartozik a népművészetbe, ahogy ugye elmondta itt most Kolozsvári István is. Ugye már a 60-as években Kressz Mária egy konferencián felvetette, hogy ugye ki a népművész, ki egyáltalán hogy nevezzük ezeket a mai alkotókat, és így jött létre ez a népi iparművész kifejezés, ami nem, akkor is megmondták, hogy ez nem jó, de nincs jobb. Tehát ezért maradt ez. Tehát a néprajzosok, illetve a tudomány még mindig tartozik azzal, hogy megtalálja ezt a helyet, hogy ki a népművész, mi a népművészet, egyáltalán, ez is ugye mindig változik. A tárlat augusztus végéig látogatható a múzeum nyitvatartási idejében.